6 metrókocsit kellett kivonni az M3-as szakaszról rozsdásodás miatt. A szakemberek attól tartanak, hogy beszakadhat a járművek padlója. Egyébként azokról a kocsikról van szó, amelyeket 2016-ban újítottak fel Oroszországban. A BKV korábbi nyilatkozataiban bagatelizálta az ügyet, holott a problémára több közlekedési egyesület is felhívta a figyelmet. Vendégünk Bolla Tibor. Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én azt hiszem megszámolni se tudom, hogy hanyadik alkalommal kell magyarázkodnia olyan hibák miatt, ami, hát mondjam, a laikus szemlélőnek úgy tűnik, hogy az oroszok vacak hibái, vagy vacak munkája miatt történik. Nem unja már ezt az egész történetet? Ez a munkám, bár nem a magyarázkodás a munkám, hanem azt, hogy megpróbáljam azt is elmondani, ami a valóság, mert ugye az újságokban és a hírekben nem teljesen ez ilyen. Elég rosszul hangzik, amit az újságok írnak, hogy rohadnak ezek a szerelvények, ráadásul a padlólemez, meg a kocsiszekrény, tehát hogy nem is valami kis marginális hiba, hanem hogy olyan rozsdásodás van, hogy valaki már arról beszélt, hogy be fog szakadni az utasok lába alatt a padlólemez. Ez jelent meg, de menjünk egy picit visszább, hogy ugye a BKV kiírt egy közbeszerzési pályázatot, amit elnyert egy 125 éves gyár, az orosz metróvagonvas, aki eredendően gyártotta ezeket a szerelvényeket, és aki több ezer szerelvényt elad egy évbe. 125 évig egy gyár nem maradna föl, hogyha silány munkát ad ki a kezéből. Valóban vannak rozsdásodási problémák, amelyet garanciába a gyár javítja is. A mai nap már itt vannak a gyárnak a szakember, és elkezdték a javítást. Hogy miről van itt szó? A prototípust kellett legyártani, 3 darab prototípus gyártott le a orosz gyár, amelynek a végén indulhatott meg a sorozatgyártás. Mi 2017-ben jeleztük, hogy ennek a prototípusnak bizonyos felületkezelése nem felel meg a mi elvárásainknak, ezért a sorozatgyártást már így ne így csinálja az orosz gyár. Ezt el is fogadták, így is kezdték meg a sorozatgyártást. A prototípus javítása viszont nem került még ki, és most, ahogy forgalomba álltak az orosz metrószerelvények, mi bizony minden nap a mi munkásaink ellenőrzik a szerelvényeket, megbontották a szerelvényeket, tapasztaltuk, hogy igazunk lett, és kértük a gyárat, hogy a prototípusnak nem a vászszerkezetét, hanem a vászszerkezetet borító lemezt cserélje ki, és a rozsdásodást szüntesse meg. Egyébként ez egyrészt felületkezelési problémából adódott, másrészt pedig annyira leszigetelték, hogy nem tudott kifolyni az oda bejutó víz és pangot. A többi szerelvényt is elkezdték átnézni a korrekt kollégák, tehát azokat a szerelvényeket, amelyek nem prototípusok voltak, és itt ilyen jellegű probléma nem volt. Na de, hogyha én jól értem, akkor most arról beszél, hogy önök már látták előre, hogy ezek vacakok. Vagy hát legalábbis nem úgy vannak megcsinálva, hogy kellene. Ugye eszembe jut, hogy lehet most olyan alsó kategóriás autót kapni a magyar piacon, nem nagyon sok pénzért, amire 7 év garanciát adnak. Tehát egy 125 éves gyár, ahogy mondta, ami nem ad ki akármit a kezéből, akkor hogy nem képes olyan metrószerelvényt gyártani, vagy kocsiszerelvényt, ami 3 évet nem bír ki rozsdásodás nélkül? Erre 30 év élettartam garanciát kaptunk, illetve a karosszériába 10 év garanciát kaptunk a rozsdamentességre. Ez úgy történhetett, hogy a 3-as metró rekonstrukciója nem tűrt harasztást, ezért volt egy időpressziója is az orosz gyárnak, hogy leszállítsa ezeket a prototípus szerelvényeket. A mi elképzelésünk szerint itt valószínűleg időzavarba került az orosz gyár, ezért túlságosan hamar szállította a szerelvényeket, tudva azt, hogy a sorozatgyártásnál már ezt a hibát ki fogja küszöbölni. Ezek nem vacakok, tehát ezek nem arról van szó, hogy rohad a kaszni, nem arról van szó, hogy ezek szétesnek, ezek arról van szó, hogy bizonyos elemét nem megfelelően kezelte le, ezt az elemet most teljes mértékig cseréli, és a garancia nyilván újra fog indulni, újra 10 évig lesz erre az elemre garancia. Tegyük fel, hogy vesz egy autót a családjának. Látja már az átadásnál, hogy ott valami nem stimmel, a felelőtkezelés nem megfelelő. Átveszi? Azt, hogy tessék visszavinni. Kérjük a javítást, tehát a sorozatgyártást addig nem lehetett megkezdeni,
amíg a mi szakemberünk egyébként a Közlekedéstudományi Egyesületnek is a szakemberei voltak, tehát intézetnek a szakemberei, tehát nem csak mi vettük át, hanem külső szakértőt is megbíztunk erre, tehát nem engedtük addig a sorozatgyártást meg, amíg nem javítják a hibákat. De nyilván a prototípus már itt volt, és ennek sort kellett keríteni, hogy ez a mértékű felületkezelés mit okoz. Ezt mi garanciába beütemeztük, tehát ez nem hirtelen kivonás volt, hanem igenis ennek a vizsgálatát elírtuk, hogy meg fogjuk vizsgálni, addig kivonjuk a forgalomból, és meg fogjuk javítani ezeket. Ugye az egész sztori mögött van egy olyan legenda, hogy annak idején kormányzati nyomásra gyakorlatilag az volt a célfüggvény, hogy ezt a pénzt az oroszoknál kell elkölteni. Azért nem új metró szerelvényeket rendelt a főváros, hanem az oroszoktól rendelte meg a felújítást, mert felújítani ezeket senki más nem tudta, csak az oroszok. És hogy ennek Tarlós István nem tudott annak idején ellenállni. Észlelte ilyet? Tehát annak idején, amikor ez benne volt, tehát annak idején, amikor ez az egész tender volt, akkor ön is ott volt. És... Szóval, hogy észlelte ilyen, hogy... Én nem értem. Volt egy ilyen elvárás. Nem volt semmiféle olyan nyomás, hogy az oroszoknak kell ezt megcsinálni. Valóban volt egy kormánydöntés, amikor a főváros vezetése a kormány előtette, hogy új járművek vagy felújítás legyen. Ennek keretében Budapest felújításra kapott pénzt, tehát a BKV-nak nem volt más lehetősége, mint kiírja a felújítási tendert. Tehát ez gyakorlatilag a kormányzat döntötte el, hogy felújításra ad pénzt, és felújításra pedig pénzt nem lehetett senki másnál elkölteni, csak az oroszoknál. Ez nem így igaz. A pénz döntött el, tehát egy kormányhatározattal Budapest felújításra kapott pénzt, felújítani tudta elkezdeni a metrószerelvényeket. Ez egy nyilvános közbeszerzési eljárás volt. Ezen közbeszerzési eljárás keretében tudott volna több cég is indulni, és tudott volna több cég is ajánlatot adni. Volt is egyébként más ajánlat. Volt ebben közbeszerzési döntőbizottsági határozat abban, hogy a BKV megfelelően járt el a közbeszerzés kiírásánál. De szerintem ugyanarról beszélünk. Tehát ha a kormányzat orosz metrókocsik felújítására adott pénzt, akkor abból nem lehetett volna mástól vásárolni új metrókocsit. Tehát ez gyakorlatilag a kormányzat eldöntötte annak idején, hogy mire lehet elkölteni. Az nem volt, az természetesen az, hogy felújításra egyébként, vagy vásárlásra van pénz. Valószínűleg ugye az is közre játszott, hogy a vásárlás többe került volna, tehát nem volt arra elég pénz. Ezért felújítani kellett. Arra nem volt döntés, hogy az oroszok vagy bármi tegye, hanem egy nyilvános közbeszerzési eljárásban a legjobb cég nyert. De azért hozzáteszem, hogy műszaki szakértők szerint, mert ugye volt egy olyan érv is mostanában, hogy a BKV felújította a metrószerelvényeket, megcsinálta valaki Pongyolán, és ez egy kis cég volt, és eltűnik. Én most teljesen nyugodt vagyok, hogy egy 125 éves nagymúltú gyár csinálta, mert az biztos, hogy a garanciát, az biztos, hogy a ködbért és mindenféle pénzügyi követelést lehet, hogy nem most, hanem fél év múlva vagy egy év múlva, de a BKV be tud hajtani, mivel egy olyan gyárral van kapcsolatba, és nem közvetítékön keresztül, aki még 10 év múlva is ott lesz a helyén. Tehát ez esetben most azt gondolom, hogy nyugodtan ülhetünk, hogy meg fogjuk kapni a garanciás felújítást, és meg fogjuk kapni azt a minőséget, és azt a ködbérmennyiséget, amit mi egyébként nemzetközi perben most perlünk is. Ugye azért ez annyiban egy furcsa érvelés, hogy 10 év múlva is ott lesz a helyén, de mégiscsak olyan munkát adott ki a kezéből, amivel folyamatosan bajok vannak, és a BKV vezérigazgatójának itt kell ülnie, és folyamatosan magyarázni, hogy ezek a problémák, ezek miből erednek. Ha... Jó, zárójeles megjegyzés, de reagálhat rá, hogyha gondolja. Lesz egy vizsgálat, tehát a főváros is kezdeményezett egy vizsgálatot, teljesen nyugodtan néze elébe. Én teljesen nyugodtan nézek a vizsgálat elébe. Azt gondolom, hogy ez egy olyan mértékű eljárás volt, hogy nagyon sok szem rátapadt. Volt ebben már külső vizsgálat is, volt döntőbizottsági vizsgálat is, tehát ez egy teljesen prudensen lefolytatott eljárás volt. Az, hogy a kocsikban milyen garanciális hiba van, azt egyébként mi most összehasonlítottuk más egyéb beszerzésekkel is, Alstom, Kombinó, Kaf, és azt kell mondanom, hogy minden vasúti járműszerelvény beszerzésénél, amit lefolytattak, voltak garanciális hibák, és a mennyisége nem haladja meg azt, amit most az orosz felújított metrószerelvények adnak. Csak ez valahogy nagyobb sajtóhízhangzott keltett, mert be lehetett bújtatni egy köntösben. De még azt is vizsgáltuk, hogy az orosz metrószerelvények rendelkezésre állási mutatói eltérnek-e az új Alstom szerelvényekéért.
ez sem mutat eltérést, tehát teljesen nyugodtan azt látom, hogy annak idején ez a felújítás elvégződött egy normális színfonalon, sajnos vannak problémák, nem örülünk nekik, tehát nem felhőtlen a kapcsolat ezért az orosz partnerrel, de az orosz partner készségét feleztek, éppen a mai napon adott ki egy sajtóközleményt, hogy megkezdte a garanciális javítást, és helyt fog állni ezeknek a igényeknek. Végezetül milyen a viszony a Budapest új vezetésével? Megerősítették-e? Bármint nem az, hogy a pozíciójában, csak hogy érzi-e, hogy bizalmi-e a viszony? Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív kapcsolat a Budapest új vezetésével, tehát dolgozunk, megfelelő a munkakapcsolat, és remélhetőleg ez a jövőben fent is fog maradni. Vezérigazgató úr, köszönöm, hogy eljött, és ezeket elmagyarázta. Minden jót!